We are not responsible for destroying your world. War with us will solve nothing. Jonga, go. The book, my man. He says for orcs, war solves everything. Then why is he here? Gahanta ilgo ilkaz vergay. To save my people. Ready to work. Sziasztok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az orkokról mindenkinek van egy alap megítélése. Ők azok, akik mindent elpusztítanak, mindenkit megölnek, stb., de ez nem a valódi történetük. Valóban vannak köztük, akik csak ezért éltek, de akadnak köztük olyan hősök is, akik nem. A mai videó témája egy olyan ork lesz, akiről még Stormwind fogadóiban is történeteket mesélnek. Mit tett ő, miben hitt, miért adta életét, és mit vitt tovább a fia? Durotan, fia Garadnak és Gaeának. A Frostwolf klán feje és a jelenlegi állás szerint a Magár orkok idézőjeles alapító atya. A történetünk kezdete nagyon régre, még az első háború előtti időkre nyúlik vissza. Az apró orknak, Durotannak két testvére volt, és ő volt az utolsó a klán vezetése terén. Az egyik testvére Gunnar volt, aki habár kezdetben a saját anyját és Durotant is sorsára hagyta a fagyos hidegben, mégis hősi halált halt később. A másik fivére, Fenris Wolfbrother, az eredeti örökös idő előtt elárulta és elhagyta a Frostwolf klánt, majdan csatlakozott a Thunderlordok közé, és ő lett aztán a törzsfőnökük. Tehát magyarul az egyik idő előtt meghalt, a másik elárulta a klánt, szóval Durotanra jutott a szerep, ő lett az örökös. Kicsi korában, a Koshárg idején történt meg vele szinte minden olyan dolog, ami későbbi életét meghatározta. Ezen esemény alkalmával az öreg sámánnak terve volt vele, mégpedig az, hogy Durotanból is sámán lesz. Nem lett, viszont ez legkevésbé sem érdekelte. Hiszen ekkor már az ifjú Durotan az új barátjával, Orgrim Doomhammerrel volt elfoglalva. Az egyik versenyük alkalmával a Terrokkár erdőben kis hián megölte őket egy ogre, de más is történt. Találkoztak a száműzöttekkel. Miután Kil'jaeden és Arkimond csatlakoztak Sargerashoz, az ő hatalmát elutasító Dranályok folyamatosan menekültek. Ekkor éppenséggel pont Draenoron voltak. Egy csapat Dranály járőr, Restalan vezetésével megmentette őket. Dionys Aka. Kedvesen bántak velük, hiszen ismerték az orkokat. Ezelőtt kereskedtek egymással, néha szót váltottak, de nagy rész csak hagyták a másikat békében élni. Telmor városába vitték a két ifjú orkot. A város körülvevő varázslat miatt az a szemnek láthatatlan volt, hiszen ne felejtsük el, hogy ők menekültek akkor is. Ekkor ismerkednek meg a Naru történetével és magával a prófétával, Velennel is. Orgrim számára nem kavart fel túl sok vizet a Dranályok létezése, de nem úgy Durotanban. A kedves népnek nevezte őket, ételt és italt adtak szájukba, védelmet és törődést. Ez volt az, ami szintén egész életében meghatározza majd jellemét. Midőn visszatértek a saját táborukba, akkor lépett be Durotan szívébe a nagy ő, meglátta Drakát. Nagyjából egy fél éjszakát várt, majdan sikeresen elhívta őt vadászni, és a többi pedig jött magától. Szép idők voltak, mondta Orgrim, de nem maradtak örökké azok. Az egész azzal kezdődött, hogy Garad, Durotan apja elesett csatában. Az ősi cím most már az ő vállát nyomta, és a félreértések tisztázása véget. Nem a neveltetése miatt, hanem a természetéből adódóan lett nagyszerű klánfőnök. Ez időtájban történt meg az is, hogy Ner'zhul, a nagy sámán elméjét látomások gyötörték. Szörnyű látomások voltak ezek, amiket Kil'jaeden küldött felé. A Dranályok egy kegyetlen és félelmetes nép. Fenyegetés jelentenek az orkokra nézve, tehát pusztulniuk kell. Itt, ha nem haragszol, meg kicsit visszatekintenék. Let it take you. Kil'jaeden alapból azt csinálta, hogy megtalálta a Dranályokat adott bolygókon, rájuk küldte a légiót, de azok addigra elmenekültek.
Ezt addig csinálta, amíg elege lett, és jött neki az ötlet. Majd az orkokat felhasználja, hogy végezzék el helyette a régóta húzódó munkát. Durotan természetesen nem hitt a fülének. A kedves népet nyíltan az ellenségüknek titulálták. Nem igazán akart harcolni ellenük. Mivel Gul'dan, Ner'zhul és maga Kil'jaeden is látták a hezitálást, feladatul adták a Frostwolf klánnak, hogy fogják el Velent és még néhány Draenei-t, akik természetesen boldogan megadták magukat. Azonban, amikor a Frostwolf klán többi tagjának is elkezdtek mesélni a Naru eredetéről, Drektár, a klán nagysámánja és az egész klán, kivéve Durotant, rájuk támadtak, hiszen számukra ez istenkáromlás volt. Röviden összefoglalva, az egész probléma azzal volt, hogy pont Ner'zhul tolmácsolta az orkok felé azon szavakat. Ő volt az elemek és az ősök hangja, tehát amit ő mond, az úgy van. Úgy is volt, csak valójában nem ő mondta. A támadást maga Durotan állította meg, és legalább azt el tudta érni, hogy Velen és csapata életben maradjanak, és visszavitték őket a táborukba. A fogság a téfitekkel ellentétben kegyetlen volt számukra, és habár Durotan a szíve mélyén sajnálta a foglyokat, az orkok kultúrája miatt nem tehetett semmit. A dránájokat ekkor már portyázó orkok csapatai mészárolták. Pár nap alatt több mint 2000 férfit, asszonyt és gyereket vágtak le. A szívére hallgatva mégis, az ork hagyományokat megszegve, Durotan szabadon engedte Velent és csapatát, mielőtt Ner'zhul kivégeztette volna őket. Ner'zhul időközben felébred álomvilágából, és a dolog nem jobbra, messze menőleg rosszabbra fordul. A helyzetet kihasználva Ner'zhul tanítványa Gul'dan elárulta őt Kil'jaedennek, aki megfosztotta az öreg sámán címétől és hatalmától. Az ő helyét kapta meg a tanítvány, Gul'dan lett a nagy sámán, de mégsem. A sámánizmus alapvetően a tűz, víz, föld és szél, majd később az élet akaratának megtestesülése. De ezek az elemek bizony nem kívánták segíteni ártatlanok ezreinek lemészárlását, így a sámánizmus hanyatlani kezdett. Semmi gond, mondta Gul'dan. Az egykori nemes sámánokat felváltották a varlokkok. A Draenei foglyok nyilvános és tömeges kivégzése láttán Durotan és Draka megrémültek ettől az úgynevezett ajándéktól. A föld körülöttük kezdett kihalni, a növények elpusztultak, az állatok egyre kisebbek lettek, de a többi ork örjöngve és boldogan fogadta ezt. Kil'jaeden trónján történt meg az a bizonyos ajándékozás. A Vod előzetesében ekkor kiáltja Gromash: We will never be slaves! De amúgy ő volt az egyik első ork, aki megitta Manoroth vérét. Durotan, Draka és Orgrim úgy tekintettek erre, mint sötét varázslatra és átokra. A törzsfőnöknek mégis engednie kellett, hogy Drektár és a többi Frostwolf sámán használják azt. Azonban Manoroth vérének visszautasítása az akkori új nagy sámánnak, Gul'dannak nem tetszett. Hiszen úgy esett, hogy még ezen ajándékozás előtt Ner'zhul figyelmeztette Durotant és Orgrimot egy levélben, hogy ha jót akarnak, ne ígyják meg a zöld vért. Ugyanígy ezelőtt történt meg az is, hogy Blackhand, azaz Gul'dan játékszere utasította Durotant, hogy ő és klánja pusztítsanak el egy Draenei várost. Mit adott a sors? Telmorra esett a választás. Azonban nem véletlenül Durotan kapta meg ezt a feladatot. Telmor városa, mint tudjuk, a szemnek láthatatlan. Durotan, amikor fiatal korában itt vendégeskedett, meglátta azt a bizonyos bekapcsoló szerkezetet eme varázslathoz. Így hát midőn sor került az ostromra. Egyszerűen kikapcsolta a varázslatot, a várost a földdel tették egyenlővé, és maga Durotan ölte meg Restalant, az egykori vendéglátóját. Ez a kevésbé szép része a történetnek. Az események során az orkok megitták a vért, és megfertőződtek a fellel. Gul'dan felső parancsra egyesítette a klánokat, tehát megszületik az első horda. Elkövetkezett a nagy Draenei-ork háború, amiben semmi szép nem volt. Az orkok megőrültek az új hatalmuktól. Olyan szintű pusztítás követte lábuk nyomát, amilyet még élő nem látott. Elesett Telmor, Karabor és végül Satrat városának ostromakor. A sebesült orkokon a sajátjaik egyszerűen átgázoltak.
Mindent megtámadtak, azt, ami mozgott, és azt is, ami nem. Ezt a vérszomjat egyedül Durotan vette észre, és próbálta megfékezni őket. Egy dühöngő vérszemet kapott orknak nem mondhatod azt, hogy állj, így más talált ki. Azokat a felszereléseket, fegyvereket és élelmet, amit eddig szétromboltak, mondván azok is ellenségek, összegyűjtette velük, hiszen hasznos lehet még a horda számára. A sebesült orkok gyógyítására utasította őket, ahelyett, hogy a földbe taposták volna azokat. Satrat városának eleste után az orkoknak nem maradt ellenségnek való egész Draenor területén. Így kerül be a képbe maga Sargeras. Sargeras annak idején megfertőzte Aegwyn méhét, azon keresztül Medivhet, aki történetesen Azeroth őrzője akkor. Gul'dan így kapcsolatba lépett vele, és elkezdték építeni a portált. Durotan és klánja továbbra is határozottan visszautasítja mindazt, amit Gul'dan tervez, és ezért meg is fizettek. Itt egy kicsi visszatekintés Thrall történetére. Ő alapból halva született Azeroton. Mivel Gul'dan hozta vissza az életbe, ezért fertőződött meg a fellel. A másik történet szerint azonban, ami nekünk most jelenlegi szálon is fut, az akkoriban használt gyors nevelés által következett ez be. Ez annyit takar, hogy a varlokkok varázsoltak kicsit a gyermek orkokon, hogy minél hamarabb, jóformán pár év alatt harcképes harcosokká váljanak. Ehhez is a felt használták, és elvileg Thrall is kapott ilyen kezelést, amíg még Drákahasában volt. Szóval ezért lett zöld. Így esett hát meg, hogy mivel Gul'dan nem tűrte tovább az ellenállást, száműzte a Frostwolf klánt a hordából. Majdan átkeltek Azerothra, azon belül is az Alterac hegységbe. Ez nem mellesleg az egyik legkirályabb fejlődő zóna volt valaha, tehát természetesen kivették, ahol egy ideig békében éltek. Először is barátságos viszonyba kerültek az ottani valódi fehér farkasokkal. Durotan ekkor szelidíti meg sajátját, éles fogat. Megszületik Goel, azaz Zöld Jézus, illetve Drektár és a többi sámán visszatér a sámánizmushoz. Ahogy telt az idő, Orgrim Doomhammer lett a horda új főnöke, aki boldogan fogadta öreg barátját. Ketten eltervezték, hogy együtt szállnak szembe Gul'dannal és a fellel, viszont mivel Orgrim féltette őket, biztonságos helyre kívánta szállítani a családot. Vissza az Alterac hegységbe. Nem tehetett róla, de a Durotant, Drakát és a kis újszülöttet kísérő harcosok mindegy szálig Gul'dan kémjei voltak. Egy szempillantás alatt a három ork fegyvert rántott. Durotan, Draka és Élesfog a fehér farkas ellen fordultak. Az orkgyilkosok vezetője a Grukár nevet viselte. A farkas mindent megtett, hogy megvédje Durotant, de egy végzetes csapás a koponyájára, és elhagyta azt a világot. Durotan ekkor már sebesülten küzdött, és Draka egy igazi anyához méltóan saját testével védte gyermeküket. Az áruló Grukár életesen volt hosszú, a saját társai zúzták be a koponyáját. Durotan mennydörgő kiáltása volt a jele annak, hogy Draka élete a végéhez ért. A testét feldarabolták, és Durotant kényszerítették, hogy ezt a legjobb szögből nézze végig. Nem tudott mit tenni, hiszen mindkét karját levágták. Vidd a gyermeket, mondta. Egy senki gyermekét dédelgessük, kérdezte az orgyilkos. Gul'dannak vesznie kell. A horda csak így nézhet egy fényesebb jövő felé. Lecsukta a szemét, és többé nem nyitotta ki. Így ért hát véget a történetük, és így esett meg, hogy Draka, a farkas Élesfog, és a Frostwolf klán feje, Garad fia Durotan halálukat lelték azon a napon. De nem Thrall. A sors kegyes volt hozzá, és egy ember rátalált, viszont ez már nem ide tartozik. Nem egy szép történet, de való igaz, a horda soraiban is akadnak olyan hősök, akik nem csak számukra azok. Szóval ez lett volna Durotan története, remélem tetszett nektek, és remélem sikerült kedveskednem a hordásoknak is. Akik eljutottak idáig, azoknak egy kis érdekességet a végére hagytam. A fehér farkas bőr, amit Durotan hord, mi lehet az? Réges-régen, amikor Ganar magukra hagyta őket a hideg tél közepén, Durotan viselte gondját anyjának. Az ő öreg farkasa, Stormfang volt az, aki Durotannal együtt harcolt érte, a hatalmas, fekete farkasok ellen. Amikor az ifjú orkot bekerítették,
eluralkodott rajta a vérszomj. Mindent és mindenkit megölt, aki csak mozgott. Sajnálatos módon a hűséges fehér farkas, Stormfang is köztük volt. Halála napjáig megőrizte a bundát, emlékeztetőül arra, mit jelent a becsület, mit jelent a hűség. Köszönöm szépen a patronoknak a csatorna támogatását, és köszönöm mindenkinek a figyelmet. Jók legyetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night, and all the nights to come.